Sziasztok, Zsani vagyok, találkozhatotok már velem kettő videóban is, elvileg Bruce mentése kapcsán Kamillával, illetve a bemutatkozó videóból is ismerhettek. Ugye, mint tudjátok, vagy most megtudjátok, én vagyok az egyik, aki a telefonokat kezeli, a mentén, illetve üzenetekre válaszol, a weblapot kezelem, illetve a Facebook üzeneteket. Hozzátartozik a munkámhoz az adminisztráció, tehát az új állatok felvétele, hogyha esetleg egy kicsit elpusztul, akkor ugye őt ki kell vezetni a nyilvántartásból. Hogyha voltatok már bent nálunk személyesen menhelyen, akár az irodában is, van egy ilyen kis táblánk. Ugye ezt is mi kezeljük, ez tulajdonképpen a menhelynek a térképe, úgymond. Ugye a teljes kennel sort láthatjátok itt, a kutyusoknak a nevei vannak itt felvezetve. Ez is a mi dolgunk. Kettő telefon van itt bent az irodában, az egyik hivatalos irodai telefonnak hívjuk, igazából ezt 8 és 4 óra között tudjátok hívni tulajdonképpen bármilyen ügyel kapcsolatban, amiről úgy gondoljátok, hogy a mi hatáskörünk, illetve van egy mentős telefonszámunk, ez 024-ben működik. 8 és 4 óra között ezt mi kezeljük az irodában, 4 óra után pedig az aktuális mentős kolléga veszi fel a telefont bármilyen ügyel kapcsolatban. Ami nem bármilyen ügy. Néhány szóban szeretnék arról beszélni nektek, hogy idézőjelesen milyen ügyekben kereshettek minket, tehát nagy idézőjel, igazából amilyen kérdéseket tudunk, bármire válaszolunk, de mi az, amiben tudunk is segíteni. Hogyha eltűnik bármilyen kis kedvencetek, meg lehet nyugodtan kérdezni, hogy bekerült-e hozzánk, mert előfordulhat olyan, hogy a kutyusban van csip, és behozzák ide, mert ugye a gazdi valamiért nem elérhető, illetve van olyan, hogy gazdás az állat, viszont sajnos csip nincsen benne. Ilyenkor is előfordult az, hogy a kutyus bekerül ide, úgyhogy érdemes első körben telefonon vagy akár üzenetben minket megkeresni, a kutyusnak a fotójával, akár hogy nem láttuk. Hogyha szeretnétek velünk kerestetni, úgymond az elveszett állatot, abban is nagyon szívesen tudunk segíteni. Igazából ehhez egy fotóra van szükség a kutyusról vagy cicáról, illetve egy telefonszámra. Biztos láttátok már az ilyen jellegű posztjainkat is, elég sok van ebből, de ilyen ügyekben is nagyon szívesen segítünk. Illetve ugye az örökbefogadással kapcsolatos kérdések is hozzánk tartoznak. Ilyen ügyekben is bármikor személyesen is, vagy telefonon, üzenetben állunk rendelkezésetekre, vagy igazából bármilyen állatvédelmi kérdés, amire tudunk, nagyon szívesen válaszolunk. Néhány szóban beszélnék most arról, hogy mi az, amivel megszoktak minket általában még keresni, és bár segítenénk, legtöbb esetben, de sajnos nem tudunk. Például mai eset is elég gyakran előfordul az ilyesmi, például a magas mentés, hogy egy cica felmászik háztetőre vagy fatetőre, tehát ebben sajnos mi nem tudunk segíteni. Tehát nincs erre se felszerelésünk, se emberünk, hogyha voltatok már itt nálunk, vagy láttátok a mentőautónkat a városban, vagy bárhol a megyében, igazából egy sima személyautóról van szó, tehát mi nem tudunk segíteni ebben, hogy magasra felmászni, se képesítésünk nincs erre, meg igazából ez én tudtommal engedélyhez kötött egyébként, tehát ilyen ügyekben sajnos nem tudunk segíteni. Mai telefonhívás, de ez is heti szinten előfordul igazából. Ebben sem tudunk sajnos segíteni általában, gazdás kutyust ugye a háztól elszállítani orvoshoz. Ahogy említettem már korábban, és biztosan tudjátok, egy darab mentőautónk van, ami kis túlzással 24 órában ugye úton van, balesetes állatokért, illetve a bent lévő állatokat szállítja kórházban és vissza. Tehát ilyen esetekben sem tudunk segíteni, igazából annyi segítséget tudunk nyújtani, hogy az oldalunkra fúva segítséget írunk ki. Hogyha esetleg van egy önkéntes ráérő, aki ebben nagyon szívesen segítene, akkor nyilván megpróbáljuk összekötni a segítségkérővel, de mi személyesen ebben nem tudunk segíteni. Szintén gyakori megkeresés még a vadállatokkal kapcsolatban történik, tehát őz, nyúl, denevér, akármilyen madarak. Ugye mi hivatalosan is csak kutyákkal és macskákkal foglalkozhatunk, tehát ilyen ügyekben tulajdonképpen mi nem tudunk segíteni, nem is nyúlhatnánk ilyen állatokhoz, és ugye nem is értünk hozzájuk igazából. Kisemlősökkel kapcsolatban van egy nyíregyházi madármentőhölgy, akinek a telefonszámát meg szoktuk adni. Nagyobb állatokkal kapcsolatban pedig az állatkertet szoktuk javasolni, hogy keressétek meg, mert igazából ők azok, akik érthetnek hozzá és tudhatnak segíteni.
szintén egy mai eset kapcsán merült fel ez a kérdéskör, ez igazából elég nehéz nekünk tulajdonképpen, tehát mi az állatok megsegítéséért vagyunk és dolgozunk igazából a hét minden napján 24 órában, de van egy olyan kérdés, ami nagyon nehéz, legalábbis nem nekem. Nagyon sokszor előfordul az, hogy idős gazdi sajnos meghal, és akkor a kutyus ugye ott marad árván. Ilyen esetekben sem, tehát a szívünk szakad meg igazából, de nem igazán tudunk ilyen esetekben segíteni, tehát a balesetes, sérült, kóból rászoruló állatok miatt vagyunk mi főleg. Tehát ilyen esetekben, hogyha megkerestek, igyekszünk segíteni az állatnak a hirdetésével, illetve legalább idegenes befogadó keresésében, de ez, tehát az, hogy mi minden gazdás állatot befogadjunk, elhelyezünk, ez sajnos nem működik. Ugye, akik megkeresnek minket ilyen ügyekkel kapcsolatban, nagyon sokszor ezt ugye az okon veszik, tehát hiába mondjuk el az érveinket, nagyon kapjuk ezért a hideget, meleget tulajdonképpen. Ugyanilyen eset igazából az utcán kóborló bármilyen kutya, tehát hogyha a kutya nem sovány, nem sérült, nincs látható baja, csak idézőesen simán kóbor, ilyen esetekben sem tudunk általában segíteni. Tehát hogyha a kutyus jó állapotban van, nincs úgy megsérülve, ápolt, akkor valószínűleg gazdás, és gazdás kutyusra, ahogy említettem, is nagyon nincsen kapacitásunk, tehát sem arra, hogy mi kimenjünk csippet olvasni, sem arra, hogy a kutyus behozzuk. Esetleg, hogyha a sima kóbor állattal kapcsolatban keresnétek meg minket, és azt mondjuk, hogy nem tudunk sajnos kimenni csippet olvasni, nagyon szépen megkérlek benneteket, hogy emiatt ne haragudjatok ránk, mert ugye nagyon sokszor elmondtam meg, még el is fogom szerintem mondani, hogy nincsen erre kapacitásunk. Tehát összesen 11 ember dolgozik a telepen, közel 200 állatot kell ellátnunk. Magamat is belesorolom igazából, mert ahogy tudjátok, most már harmadjára mondom el, hogy irodai munkát végzek tulajdonképpen hivatalosan, de ugye nálunk mindenki az állatokkal is foglalkozik, és nincs erre sajnos se emberünk, se időnk, hogy kóbor kutyák után rohangáljunk a városban, és próbáljuk őket megfogni és csippet olvasni. Egyrészt hogyha nincs benne csip, akkor nyilván nem fogjuk az utcán hagyni, de ahogy említettem is, a teltház miatt nem tudjuk őket elhelyezni, de az utcán sem hagyjuk őket, tehát ez egy ilyen, tehát erre nincs jó megoldás tulajdonképpen. Elmondanám, hogy mit tudtok tenni, hogyha esetleg találtok egy kóborkutyát, és szeretnétek megtalálni a gazdiát. Ugye a legelső lépés ennek a csipolvasás. Ezt meg tudjátok tenni a MOL benzinkutakon, illetve bármelyik állatorvosi rendelőben, állatkórházban. A csipolvasásban mi is tudunk tulajdonképpen segíteni, hogyha be tudjátok hozni ide az állatot, viszont elhelyezni nem tudjuk. Ezt azért mondom el, mert elég gyakori kérés ez is, hogy utcán talált állatot behoztok ide csak csipolvasásra, hogyha a kutyusban nincsen csip, és azt mondjuk, hogy itt nem maradhat, ebből nagyon gyakran sértődés van, pedig ugye ezt el szoktuk mondani többször is, akár hogy a telefon előtte megkerestek, hogy tudunk-e csipet nézetni. Mindig elmondjuk, hogy a csipolvasás nem probléma, viszont hogyha nincsen a kutyusban csip, akkor itt nem maradhat. Előfordult már olyan, hogy telefonban ez tudomásul lett véve, és az választ kaptuk, hogy ez nem probléma. Aztán a helyszínen ebből hát, sértődés és majd egy veszekedés volt, hogy mi az, hogy a kutya nem maradhat itt. Csak azért tartottam fontosnak kiemelni, hogy tehát a csipolvasás igazából nem probléma itt, viszont az elhelyezés, ahogy többször is említettem már, az viszont gond. Egyre gyakrabban előforduló kérés felénk az is, hogy gazdás állatoknak az orvosi kezelésének a költségeit vállaljuk át. Egy néhány történetet erről majd el is mondanék a későbbiekben, viszont ez is egy olyan témakör, amiben nem feltétlenül fogunk tudni segíteni. Megesett már ilyen, és valószínűleg meg is fog, mert ugye vannak olyan esetek, amikor nem tudunk egyszerűen nemet mondani, nem tudjuk a fejünket elfordítani, de nyilván alapítványként is mi is pénzből élünk, tehát elsősorban a bent lévő, már itt lévő állatokért tartozunk felelősséggel, és ebben bizony az anyagi része is beletartozik. Úgyhogy gazdás állatokon nem mindig tudunk segíteni, hogyha nemet mondunk egy-egy ilyen kérésre, annak is oka van. Ezt mindenkinek magának kell tudnia, hogyha felelősséget vállal egy állatért, akár örökbefogad, utcáról befogad, vagy vásárol állatot. Ugye neki az ellátása nem csak annyi, hogy élelmet kap, tehát előfordulhatnak balesetek, mérgezés, lehet genetikai betegség. Tehát ezt tudnotok kell, hogy bizony ennek ilyen anyagi vonzata is előfordulhat, hogy bizony állatorvoshoz kell vinni a kutyát és a cicát is.
és nem tudunk mindig ebben segíteni, sajnos, akármennyire is szeretnénk. Egy másik témakört is érintenék most ebben a videóban, ez elég sokaknak vita téma lehet igazából, de szerintem erről is érdemes és kell is beszélni, ez pedig az idézőjelbe teszem, de hogy hogy ne ments állatot. Nagyon sokszor előfordul az, hogy bejelentést, tehát nem szóltok előre telefonon, nem kapunk képet, nem kapunk videót, nem tudunk róla, csak utcáról összeszedett kutyát és macskát akár dobozban behoztok ide. Ugye nyilván, hogyha tudjuk is fogadni az adott állatot, tudnunk kell róla, hogy érkezik az állat, mivel helyet kell neki készíteni. Első körben a videóban benne lesz a tápla, és erről már beszéltem kicsit korábban, ugye, hogy mennyi helyen gazdálkodunk, illetve hogyha a Facebook oldalunkat követitek, ott is láthattátok ezt, hogy mennyi kennelünk van igazából, és milyen helyekkel tudunk gazdálkodni. Tehát nagyon szépen megkérek mindenkit, aki ezt a videót nézi, és terjesztétek is, hogy ilyet ne csináljon senki, hogy bejelentés nélkül, tehát a tudtunk nélkül akár kutyát, akár macskát behoztok ide, mert ez nem segítség. Az elhelyezés nem egyszerű, hogyha indokolt és meg tudjuk oldani, nyilván segíteni fogunk, viszont ebből nagyon sokszor van veszekedés a megmentő is köztünk igazából, hogy mi az, hogy mi nem tudjuk az állatot fogadni, meg ez a dolgunk, ezért vagyunk, de ez sajnos nem így működik. Vannak korlátaink, ahogy említettem, már anyagilag is, és főleg a hely szűke, ami nagy probléma nálunk is, és egyébként minden másik menhelynél is. Sajnos az is elő szokott fordulni viszonylag gyakran, hogy valószínűleg pont emiatt, hogy gyanítja az illető, hogy nem fogadnánk az adott állatot, ezért dobozban átdobja a kerítésünkön, vagy akár doboz nélkül. Ez, hát próbálom szépen megfogalmazni egyébként ezt a dolgot, de most ha csak azt nézem, hogy egy adott macska szabadon rohangál a telepen, veszélyes ránézve igazából, szabadon járkáló kutya szintén veszélyes ránézve, és a telepen bent lakókra is, mivel felkavarja a telepnek a nyugalmát, ez verekedés szülhet, és sajnos előfordult az, hogy a verekedésben valamelyik kutya súlyosan megsérül, hogy el is pusztul, ezért kérlek ezt ne. Fontos még elmondani, hogy az egész telep területe be van kamerázva, hogyha autóval, biciklivel, bármivel megálltok itt a kapu előtt, az is szintén látszik, szóval videófelvétel készül erről, úgyhogy fokozottan figyeljetek, hogy ilyet ne, semmiképpen nem, mert ez nem segítség. A hivatalos nyitvatartási időnk minden nap 8 és 4 óra között történik, hogyha 4 óra után jönnétek ide, bármilyen okból is nem lesz itt senki, tehát nincsen 24 órás felügyelet. Fokozottan megkérlek arra is, hogyha mégis nem tudnátok ezt, hogy nincs itt senki, ne dudáljatok, ne villogjatok, szintén azért, mert a telep nyugalmát ez megzavarja, és ahogy említettem is, ez az állatokra veszélyes. Még egy téma lenne, amit szeretnék nektek megemlíteni, illetve fontos szerintem erről is beszélni. Ugye, ahogy elmondtam már korábban, az irodában 8 és 4 óra között mi kezelünk 2 darab telefont, egy sima irodai telefont, illetve van egy mentős telefonunk, ugye ez ügyeletes, tehát 0-24 órában működik hivatalosan. 8 és 4 óra között ezt mi kezeljük az irodában, 4 óra után pedig minden nap az adott mentős kolléga kezeli ezt a telefont. Hagy kérjek meg nagyon szépen mindenkit, hogy a mentős telefont 4 óra után csak indokolt esetben, tehát balesetes, sérült állat miatt keressétek. Irodai ügyekben mi tudunk segíteni, a mentős kollégák ebben nincsenek benne, tehát hogyha ilyen smi kérdésetek lenne, akkor minket keressetek másnap reggel 8-tól, 4 óráig állunk rendelkezésetekre, tehát a mentős telefon csak indokolt esetben. Ami miatt ne hívjátok a mentős telefont, azok kóborállatok vagy vadállatok a kertben, sünike, őzike, tehát ilyesmiben mi nem is tudunk segíteni sajnos, tehát csak sérült állat, elgázolt, mérgezett, tehát ilyen esetekben, ami tényleg indokolt, mert ilyen esetben tudunk és fogunk is segíteni, viszont kóborállat, irodai feladatkörhöz kapcsolódó témáktól mi tudunk majd segíteni. Csak akkor keressétek, hogyha tényleg fontos a dolog. Köszönöm.